Figyelem! Döbbenetes felvételek következnek. Sportolók, kiknek a jó teljesítményhez elengedhetetlen a fehér por használata. A Nemzetközi Szövetségnek régóta tudomása van a dologról. Őket a beszerzés módja sem érdekli, csak az eredmény. Aki nem él vele, gyakorlatilag esélytelen a versenyeken. Egy sportág, melyben minden a szer körül forog. A szertornában ugyanis az csúszhat el, aki a felkapaszkodáshoz nem használ magnéziumkarbonátot. Így jó? Aha. Próbáld meg úgy. Teljesen más a fogás. Igen. Sokkal jobban tapad. Igen, igen. Elsőbbről engedni. Látszik egyébként. És engem is elvédik. Biztonság. Féltem egy kicsit kiemelem, de nem. A jobb tapadás érdekében még mézzel is kenegetik a korlátot. Még sincsenek irigylésre méltó helyzetben tornászaink. A tavalyi VB-n ugyanis csapatunknak nem sikerült az olimpiai kvalifikáció. Egyéni összetetben még így is kijuthat Hetrovics Marcell vagy Gál Róbert. Meg is van az esélyük erre. A nagyobb esélyt én Gál Róbertnél azért látom, mert ő eddig eredményesebb tornász volt. Én úgy gondolom, hogy a hatszeren a gyakorlati kiinduló pontszáma magasabb, nagyon rutinos, nagyon jó versenyző, és nemzetközileg őt már jegyzik egy elismert tornász. A KSI versenyzőjének lassan egy éve szakadt el az Achillesze. Még mindig óvatosan mozog. Talajon és ugrásban sokáig nem edzhetett, de a többi négyszeren sokat fejlődött, amire nagy szükség lehet, ha ott akar lenni Pekingben. Egyéni eredmény, egyéni összetett eredmény alapján jutatok csak ki, ugyanúgy, mint a témba. Ez annyit tesz, hogy a hatszernek a pontszámát összeadják, és ez alapján elkészül egy rangsor. Tehát nem elég csak a talajra és az ugrásra összpontosítanom, hanem mind a hatszeren kell készülnöm. Ebben az évben már szinte csak hatszeres versenyeken fogok indulni, éppen azért, hogy úgy is készüljön. És hogyha a talaj és az ugrás visszajön, akkor úgy érzem, hogy még jobb eredményt is érhetek el, mint az athéni kvalifikáción. És hogyha sikerül neki jutnom, szeretnék javítani ezen az ugrás 6. helyen is, tehát egy vagy két finálban mindenféleképpen szeretnék bekerülni, és úgy érzem, hogy erre van lehetőség is. A következő világverseny tehát élet-halál harcot jelent az olimpiai részvétel tekintetében. De mint látható, kreativitásban, elszántságban és az edzőterem bejáratánál kihelyezett felirat alapján ösztönzésben sincs hiány. Bízunk benne, hogy Gál Róbert bebocsátást nyer a pekingi portán.